Hello, sziasztok! Kóstoljunk meg egy olívaolajat. Nem akármilyen olívaolaj, az Aldiba. Ez bio görög olívaolaj néven van, nem tudom. Szerintem egy extra olívaolaj, hogy mitől bio az olívaolaj, vagy mitől nem bio. Fogalmam nincsen. Bontsuk meg, aztán csináljunk vele valamit. Rossz íze lesz, jó íze lesz. Tükörtojás alá. Mert a tükörtojás az pont egy olyan kaja, amikor megeszel minden, olyankor az olajat is megeszed, de ha az olajat is megeszed, érdemes olyan olajat használni, ami egészséges, nem sima étolajat. Mindjárt, ha az ott egy kicsit főfor, akkor csapkodjuk rá a tojásokat, addig készüljünk be a sóval. Szerintem ez meleg. Nehogy megégesd. Hú, ezt most egy kézzel hogyan? Ez alá sül. Csak egy pár tükörtojást így. Hoppá. Ha tudtam venni ezt a belesett tojás helyet. Nem, hát akkor majd ropogni fog. Mert hát a tojás az jó és egészséges. Zsír és fehérje. Az alá tett zsír is egészséges, így aztán főleg nagyon egészségesek leszünk. Sót neki. Kell rá só bőven, hogy menjen a só, ugye Balaton oda-vissza távon is az volt a bont, hogy nem volt elég a só, aztán görcs lett belőle. Hát ti ne egyetek sót, akik nem mozogtok, akik nem edzetek, akik csak kíztok és lángozza váltok, egyétek só nélkül, mert úgy baromi egészségtelen az, hogy nem mozogtok, a só az egészséges lenne. Nézzük ezt ki, hogy kész van. Úgyhogy jó étvágyat kívánok, mindjárt megkóstoljuk tényleg, hogy itt érezni az olajat. Csak kíváncsi vagyok, hogy milyen ízű ez a tojás így, mert ha keserű, akkor cseszheted, hogy bió, meg akármi, meg hú de jó. De nem. Fincsi olívaolaj. Iratkozzatok fel, jó sósnak. Hát a só. Sziasztok.